Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Rákos Mente jó viszonyt ápol testvér városaival, köztük a horvátországi Lovránnal is, ahol hagyománynak számít, hogy a kerület művészei mutatják be alkotásaikat. Hogy idén kik látogattak el a tengerparti városba, többek között erről fogok beszélgetni mai vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Fósz Tivadar alpolgármestert. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket! Mielőtt felidéznek a mostani találkozót, csak akkor néhány gondolatot arról, hogy milyen a két település viszonya, mikorra nyúlik vissza körülbelül. Hát most már, ahogy elhangzott a felvezetőben, és nagyon régóta vagyunk testvérvárosi kapcsolatban, a második testvérvárosunk volt Lovrán, ugye az első Gyergyószent Miklós. És Lovrán is úgy került képbe, hogy egy Magyarország, innen egyébként a kerületünkből származó konzul volt kint Horvátországban, akinek kapcsolata volt a lovráni vezetéssel, és megkereste a kerületi vezetést, akkori kerületi vezetést, hogy mit szólnának egy ilyen tengermelléki kis település testvérvárosi kapcsolatához. És aztán utána alakult ez a kapcsolat, és lett aztán elfogadott a két testület által. Hát most már igen, csak 10 évet meghaladó, közel 15 éves kapcsolatunk van. Ugye azt mondhatjuk, hogy két településnek más a földrajzi fekvése, de itt mondhatjuk, hogy elsősorban egyfajta ilyen kulturális kapcsolatról beszélünk? Lovrán esetében én azt gondolom, hogy első szempont a turisztikai célpontként a megismertetése, Lovrán megismertetése egy nagy kerülettel, hiszen ők ebben látták a potenciált. És nagyon sokáig úgy is mentek a mi kapcsolataink, hogy ők igyekeztek minél több információt szolgáltatni magukról, megjelentek Majálison, megjelentek turisztikai konferencián a kerületben, ahol próbálták ugye minél jobban felkelteni a kerületiek érdeklődését Lovrán iránt. Horvátország minden települése, tengerparti települések főként nagy turisztikai célpontok. Hát miért ne próbálkozni egy ilyen kis település is azzal, hogy egy nagyváros, egy közeli ország, egy szomszédos ország nagyvárosának kerületével jó kapcsolatot ápolva, minél több kerületi csábítson magához. Aztán ezek a kapcsolatok nagyon szépen tovább léptek ezen. Tényleg sok kerületi ismerte meg Lovránt. Nagyon sokan tapasztalhatták meg azt a nagyon jó klímát, amit egyébként a lovráni fekvés, az Ucska-hegy közelsége, a tenger, a hegyről lefolyó hidegvízű patakok által kicsit jobban felhigított tengervíz, tehát Lovránnál nem olyan sós a tengervíz, mint adott esetben más részén a tengerpartnak. És a klíma, ez a hegyvidéki és a tengerparti klíma változása, ez tulajdonképpen nagyszerű légzőszervi megbetegedések ellen. Nem hiába az a Monarchia Riviera és ugye a Bázia és környéke, és Lovrán nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a részhez, bár sosem volt Lovrán a Monarchia része, határon túli településről beszélni, mégis a Monarchia hatásai nagyon meglátszódnak ezen a kis településen. De mondom, akkor ezt a települési részt is, vagy ezeket a településeket egy kicsit ilyen szanatóriumként használták az akkori korok lakói. Nagyon sok magyar emlék van itt a tenger melléken. Többek között Lovránban Feszti Árpád volt, aki ott töltötte az utolsó éveit, aztán sajnos ott halt meg, de pontosan ő is a jó klíma, jó levegő miatt ment le és ott alkotott. És amivel én szerettem volna kiegészíteni, hogy a jó kapcsolatnak köszönhetően, ugye arra is volt már példa, hogy a kerületből kilátogattak olyan gyerekek, akik először láthattak tengert és fürödhettek is benne, ennek köszönhetően. De akkor beszéljünk a mostani találkozóról, ugye Makovinyi Zoltán fotóművész volt, aki bemutathatta alkotásait. Hogyan jött neki ez a lehetőség, miért pont rá esett a választás? Hát most már néhány éve egy rendszeres kapcsolati elem, hogy júniusban kapunk egy teljes hónapot, amikor a lovráni kis kiállító helységet, a Laurus galériát megkapja a kerületünk, és ide várják mindig a kerületi képzőművészeket, művészeket, hogy egy egész hónapon át tartó kiállítással örvendeztessék meg a város, tehát Lovrán város lakóit, illetve az odaérkező turistákat. Minden évben igyekszünk igényes programot szolgáltatni, és most éppen Makovinyi Zoltán fotoművészre került a sor. Zoltánt vittük el Lovránba. Nagyon nagy sikerű kiállítás volt, kiállítás megnyitóból érezhetően. Nagyon sokan jöttek el a kiállítás megnyitóra, és Zoltán képei előtt nagyon sokan hosszasan időztek és nézegették a képeket. Nagyon jó anyaggal érkezett a művész úr.
Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen volt a fogadtatása ennek az egésznek. Zoltán egy kiváló természetfotós, és leginkább természetfotókat hozott magával, és a természetfotózásnak azt a nagyon érdekes részét mutatta meg, amelyik ugye arról a mérhetetlen türelemről szól, hogy hogyan lehet egy fotoművésznek hosszú órákon át egy helyben lenni, rejtőzködve lenni, hogy olyan nagyon értékes, nagyon finom pillanatait kapja el a természetben zajló eseményeknek, mint amiket aztán Zoltán megörökített a fotókon. És ezeket az emberek is érzik, tudják, látják, ránéznek egy képre, akkor nem csak azt látják, hogy ott egy bagoly van, vagy éppen vagy két madár repül a képen, hanem akkor látszik az, hogy ez egy olyan elkapott pillanat, ami talán megismételhetetlen. Tehát tényleg órákat várakozni nyugodtan, csendben, hogy egy olyan felvétel készülhessen, amelyik aztán egy kuriózum, ez egy nagyon becsülendő és nagyon tisztelendő dolog. Zoltán erről is beszélt, és amikor ezek a kiállítás megnyitón elhangzottak, hát utána mindenki, mondom, kicsit más szemmel kezdte el nézni ezeket a fényképeket, ezeket a felvételeket, és bízunk benne, hogy aztán utána minél többen látták ezt a kiállítást, és minél többen tudtak gyönyörködni Zoltán alkotásaiban. Ráadásul a megnyitón közreműködött a Lovor kórus is, ugye a helyi kórus, akik ezt megelőzően pedig ugye itt Rákosmentén a Pünkösdi rendezvényen léptek föl. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire szoros a viszony. Így van, hát ez egy nagyon érdekes pár nap volt, hiszen a lovráni Lovor kórus, amelyik Lovrán kiemelkedő kórusa, a Pünkösdi kórus találkozón vett részt. Csütörtökön még itt tudtam köszönteni őket nálunk Rákosmentén, egy nagyon nagy sikerű koncert után. És pár napra rá, pedig lenkint találkoztunk a kiállítás megnyitón. Ez most már tényleg évek óta egy hagyomány, hogy a lovráni kórus a kiállítás megnyitón jelen van, és mindig van szép művek előadásával örvendezteti meg a kiállítót is, és a közönséget is. És a kórus tagok mindig azok, akik legelőször mondják el a véleményüket, most már szakértőként, hiszen, ahogy mondtam, több éve járnak kiállítás megnyitóra, az éppen általunk kiállított anyaggal kapcsolatban, és most is csupa pozitív visszajelzést kaptam, mint hogy én is megköszöntem a kórusnak azt a sok éves munkát, amit abba fektettek, hogy mindig rendkívül jó anyaggal érkeznek ide hozzánk a kórus találkozóra, és tulajdonképpen talán azt mondom, hogy egyedüli testvérállási kórusként rendszeresen itt vannak a pünkösdi kórus találkozókon, és nagyon magas színvonalú műsorral vesznek részt ezen. Ilyenkor esetleg van arra is idő, hogy egyeztessen az ottani vezetővel, polgármesterrel akár a későbbiek során, hogy esetleg mondjuk ők legközelebb mikor látogatnak majd ide, vagy egyéb dolgokról? Természetesen hát ilyenkor a fontos teendők, tehát a kiállítás megnyitó, vagy éppen mondjuk egy pünkösdi kórus találkozó mellett mindig kell, és aktuálisan muszáj is, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tovább a kapcsolatokban. Mi is várjuk természetesen most egy kötetlenebb találkozás lesz majd, ha minden igaz, szeptember elején, amikor a Rákoskerti Lecsó Fesztiválra hívjuk meg a kedves testvérvárosainkat. Itt számítunk természetesen Lovránra és a Krosznói testvértelepülés delegációjára is. Kellenek azok a rendezvények, amikor nem csak egy nemzeti ünnep alkalmával találkozunk, és ugye mindig protokoll látogatások vannak, hanem szeretnénk megmutatni azt, hogy tényleg milyen itt Rákosmentén, milyen Rákosmentek környezete, szeretnénk egy picit elvinni őket kirándulni, szeretnénk egy túrát tenni akár a Melzsemocsárban, és ehhez természetesen kellenek olyan alkalmak, amikor nem csak öltönyben vagyunk, hanem szigorúan otthon kell hagyni mindenkinek az öltönyt, és meg tudjuk mutatni ezeket az értékeinket is, amikre egyébként mondom hivatalos látogatás alkalmával nem nagyon nyílik lehetőség. Kicsit akkor még arról, hogy milyenek az ottani emberek, mennyire barátságosak, milyen mondjuk a mentalitásuk, másabbak egy kicsit? Hát a tengermellékiek, ez egy jó kérdés, mi elmegyünk innen Magyarországról, Budapestről a tengerhez, akkor azt kérdezzük, hogy ez egy csoda, tehát itt éltek, ahová mindenki más szabadságra jön, és arról álmodozik egész évben, hogy majd eltölt egy hetet, két hetet lehetőségeihez képest ugye a tengerparton. Ti meg itt élitek a napjaitokat, hogy nektek ez milyen? Mi is feltesszük mindig ezt a kérdést, és hát ott ugyanúgy dolgoznak az emberek, csak egy sokkal szebb vagy másabb környezetben. Ez is kérdés, hogy szebb vagy nem szebb, vagy kinek mit jelent.
ugye ott egészen mások a természeti adottságok, ott meg tudja tenni mondjuk azt egy kereskedő vagy egy hivatali alkalmazott is, hogy az ebédidőben leszaladjon és úszon egyet a tengerben. Ez számunkra egy kuriózum, ez egy olyan lehetőség, amivel itt nem tudunk számolni. Ugyanakkor ott is hallottam és beszélgettem olyanokkal, akik ott élnek Lovránban, nem a tengerparton, a hegyekben, és például egy évben egyszer vagy kétszer jut le a tengerhez, mert ő el van foglalva az ottani munkájával fönt a hegyen, és le sem jut a tengerpartra. De természetesen a horvát emberek, mint minden más olyan nép, amelyik a turizmusból, a kultúrájából, a kulturális sokszínűségéből él, a vendéglátásából él, nagyon barátságosak. Tehát a lovrániak is nagyon barátságosak, nagyon nyitottak. Én azt gondolom, megszokhatták már az elmúlt évek, évtizedek alatt, hogy a turisták különböző extra kívánságokkal jönnek, és ehhez megpróbálnak természetesen ők idomulni, hasonulni, és mindent lehetőség szerint biztosítani a turisták számára. Tehát én eddig mindig nagyon nyitott emberekkel, nagyon barátságos emberekkel találkoztam kint, és olyanokkal, akik nagyon büszkék a múltjukra, nagyon büszkék arra, amit elértek, nagyon büszkék arra a fejlődésre, amit célul tűztek, és nagyon szeretnének minden jót megmutatni magukból szintén azoknak, akik oda látogatnak hozzájuk. Nagyon érdekes volt kicsit bepillantani ebbe a világba. Én kívánom, hogy ez a kapcsolat nagyon sokáig tartson még, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önnek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!